Sziasztok! Még mindig maradunk a koordináta geometria témakörében, ugyancsak kör egyenletével fogunk foglalkozni, csak egy kicsit másképp. Méghozzá a háromszög köré írt kör egyenletével fogunk megismerkedni. Rögtön egy kidolgozott feladattal fogunk indítani, ugyanis fontos, hogy a feladat megismerése során ezt jól elsajátítsuk, mert a későbbiekben ez már abszolút nem fog okozni problémát, mert a régebbi tanulmányainkra, és bizony szükség lesz az ilyen típusú feladatok megoldására. A példa úgy szól, hogy írjuk fel az ABC háromszög köré írt kör egyenletét, ha annak 0, 2, B-nek 2, 0, C-nek pedig 5, 5 a koordinátája. Ilyenkor azt javasolom az ilyen összetettebb koordináta geometriai feladatok esetén, hogy megtervezzük a feladat menetét, mert bizony lehet, hogy egyszerűnek tűnik ez a feladat, nagyon sok kis apró lépés vezet majd el a feladat megoldására. Ezzünkbe kell jutni először is, hogy mire van szükség egy kör egyenlét ennek a felírásához, mert ugye lényegében a feladat erre kíváncsi. Tudjuk, hogy a körnek az egyenlete az x-u a négyzeten, meg y-v a négyzeten egyenlő r négyzet, és ö, szükség van tehát a kör egyenletének felírásához a körnek a középpontjára, tehát az UV ö, koordinátákra, illetve a körnek a sugarára. Ha is ha ez a kettő megvan, akkor gond nélkül ö, fel tudjuk írni az egyenletet, viszont ebben a feladatban egyik sem szerepel, de megvan adva a három szögünknek mindhárom csúcsának a koordinátája, amit én már előre el is készítettem ebben az ábrában csak még mindig nem jutottunk közelebb. Viszont korábbi tanulmányunk során eszünkbe jut, hogy a kör középpontját bizony a háromszög oldalfelező merőlegesei határozták meg, és ö, eszünkbe jut egy tétel, amit megtanultunk ezzel kapcsolatosan, amely úgy szól, hogy a háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást, a három csústól egyforma távolságra vannak, ezért bizony ezek az oldalfelező nek a meccés pontja lesz a három szögünk köré írt ö, körnek a középpontja. Tehát az oldalfelező merőlegesekre ö, többet nem akarok ö, fecsérelni, mert ezt mind utána nézhető, de lényegében nem is annyira fontos a definíció, csak jó, ha tudjuk hogy akkor kíváncsi a feladat először is első lépésben az oldalfelező merőlegesek egyenesének egyenletére, illetve magára az oldalfelező pontok koordinátájára. Ugye mondjuk innek az AC oldalnak ki fogjuk számolni az oldalfelező pontját, meg a CB oldalnak is az oldalfelező pontját, hiszen ezeken az oldalfelező pontokon mennek át a háromszög oldalfelező felező merőlegesei, amit már tudunk, hogy ezek egy pontban metszik egymást, és egyenlő távolságra vannak a háromszög mindhárom csúcsától. Na hát ezért lesz majd ez a háromszög köré írt uh, körnek a uh, középpontja. Ha kiszámoltuk a háromszögnek a felező pontjait, akkor majd ki kell számolni ebből a normálvektort, és ebből előbb ugye kettő oldalnak ezt a két adatát venni, mert tudjuk, hogy mindhárom egy pontban metszi egymást, és egyenlő távolságra vannak. Na akkor jussunk el odáig, hogy először is fel fogjuk írni két oldal felezőpontjának koordinátáját és a normál vektort. Az első tehát a felezőpont kiszámolása. Vagyis az FAC, illetve az FCB-nek a koordinátái. Ö, eszünkbe jut, hogy felező pontot hogyan is számoltunk ki. Az első koordinátáját úgy számoltuk ki, hogy X1, meg X2 per 2. A másodikat pedig úgy, hogy Y1, meg Y2 per 2. Na ez alapján fogjuk mi most felírni az FAC felezőpont koordinátáját, azaz, ugye én még egyszer itt kiemelem, hogy az A-nak meg volt adva, hogy 0,2, a B-nek 2,0, a C-nek pedig 5,5. 5. Akkor úgy szól, hogy x1 meg x2 per 2, vagyis annak első koordinátája 0, meg a C-nek az első 5 per 2, ez az x-nek koordinátája, a cnek az első a 2, a második az 5 per 2, és ezt fogja adni, hogy az FAC felező pontjának koordinátája az 5 ketted, illetve a 7 ketted. Ez alapján kiszámoljuk az FCB, tehát az FCB felező pont koordinátáját. Ugyancsak ez alapján írjuk fel. erre pedig az jött ki, 7 ketted és 5 ketted lett. Na már most megvan a mindkét oldal felezőpontjának koordinátája, ebből pofon egyszerű lesz meghatározni a normál vektorokat. Vagyis az AC vektort, abból a C-be mutató vektort, ugye ezt a A-ból a C-be mutató vektort, illetve a C-ből a B-be mutató vektort is ki fogjuk tudni számolni ennek alapján. C-ből a B-be mutató vektort. A vektorok meghatározásával nem fogunk itt most foglalkozni, azt már vettük, meg már vetétek órákon is. A lényeg az, hogy mindig a, a második pont koordinátájából kivonjuk az első pont koordinátáját, azaz a C-nek az első koordinátája 5, az, a, az A-nak 0, tehát akkor így, hogy 5-ből 0 az első, akkor a C-nek a második a 5-ből az A-nak a második, 2. És ez adja, hogy az AC normál vektora azaz 5, 3 lett, és ennek alapján megcsináljuk a CB normálvektorát is, 2-ből 5, 0-ból 5, és annak kijött, hogy a normálvektora a mínusz 3, illetve a mínusz 5. Nyitunk egy új oldalt, marad még mindig itt ez a háromszögünk, amit megismertünk, most, hogy kiszámoltuk a felezőpont koordinátáját, illetve a normál vektorokat, eszünkbe jut, hoppá, már tudunk merül, egyen, egyenes egyenletét felírni, azaz az oldal felező merőlegesek egyenleteit fogjuk mi most felírni. Tehát ezt a kis FAC-t, illetve a nagy FCB-t, ugye azért kell nekünk ezt a két egyenlete, két merőlegesnek az egyenletét kiszámolni, hogy majd rájöjjünk a meccés pontjának a koordinátájára egy egyenletrendszer megoldása során. Szóval akkor oldalfelező merőleges kegyenletei, tehát a, kif a kis a c fogjuk kiszámolni, ne felejtsük el, hogy az egyenletét úgy írtuk fel, hogy ax plusz y egyenlő ax0 meg B, Y0, ahol is az nagy A jelentette a normálvektort, azért számoltuk ki, ahogy a B is jelentette a, a normálvektort, az X0 meg az Y0 pedig a felezőpontot, a felezőpontnak a, a koordinátáit, amit szintén már az első lépésben kiszámoltunk. Na, ennek alapján szépen behelyettesítünk, hiszen tudjuk, hogy a normál vektor az AC-re kiott, hogy 5-3, ezért, ha nézem a képletet, 5x meg 3y egyenlő, 5 ször az x0 ugye a felezőpont koordinátái, f nek kijött az, hogy 5 ketted az x, meg 3 szor, ugye, az y koordinátája pedig a 7 2 volt. Na, ezt szépen letisztázzuk, akkor azt kapjuk, hogy az FAC-nek az egyenlete 5x meg 3y egyenlő 23-mal. Ez az egyik. Hasonlóan megcsináljuk az FCB-t, tehát ezt itt. Ugyancsak az egyenlet, ö, ö, egyenlet az egyenes egyenlete által. A normál vektora a CD-nek a mínusz 3 és a mínusz 5 volt, tehát bejettesítjük, hogy mínusz 3x ből 5 y egyenlő mínusz 3 szor, ugye a felező az, a, az FCB-nek az a 7 ketted volt az x, a második koordinátája meg a mínusz 5 ször, ugye, b y, 0, 5, ketted. A szépen letisztázzuk, akkor az fcb re az jött ki, hogy mínusz 3x-ből 5y egyenlő mínusz 23-mal. Megkaptuk mindkét oldal felező merőleges egyenletét. Most a következő lépésünk az lesz, hogy meghatározzuk ennek a két egyenesnek a meccéspontját, azaz ezt, hiszen ez a meccéspont fogja adni a körnek a középpontjának a koordinátáját. Ezt pedig egyenletrendszerként oldjuk meg. Az első egyenletünk ugye az FAC-nek volt -e az 5x, meg 3y egyenlő 23-mal, az FCB-nek pedig a mínusz 3x-ből 5y egyenlő mínusz 23-mal, és akkor ezt egyenletrendszerként fogjuk megoldani, aminek ugye az a lényege, hogy az egyiket kiejtetjük, hogy megismerjük a, az x-et vagy az y-t. Érdemes az elsőt megszorozni 5-tel, a második az pedig 3-mal, mert ha én ezt teszem, akkor itt lesz 25x meg 15y egyenlő 115-tel. Ha ezt beszorzom 3-mal, akkor mínusz 9x, ből 15y egyenlő mínusz 69-tel. Ha ezt a két egyenletet összeadom, akkor itt az lesz, hogy 16x az y-ok -ok kiesnek. Egyenlő 46, -tel tal igen, és kiszámoltam, hogy az x az 46 16-od, egyszerűsítek, a legegyszerűbbre is 23 8 kaptam. Ugye kettővel egyszerűsítettem. 23 8 az x. Akkor most mi a teendő? Megvan az x, visszahelyettesítünk az elsőbe, vagy a másodikba. Én visszahelyettesítek most az elsőbe, ami azt jelenti, 5 ször mm, 23 nyolcad, meg 3 y egyenlő 23-mal. Ezt megoldom gyorsan. Azt kaptam meg, hogy az y az 69 24 és ha ezt egyszerűsítem hárommal, akkor azt kapom, hogy 23 nyolcad lett az y koordinátája is, azaz a két egyenes meccéspontja, amely egyúttal tehát a körülírható kör középpontja is, nem lett más, mint 23 nyolcad, 23 nyolcad, na már csak a kör sugarára Körsugarát kell kiszámolnunk, és már fel is fogjuk tudni a körnek a, az egyenletét írni, a háromszög köré írható kör egyenletét. Szóval akkor a negyedik pont az ilyen feladat megoldása során a körsugara. Két pont távolságánál tanultakat fogjuk megint alkalmazni, mert ha visszamegyünk az ábrához, Ugye most már kiszámoltuk a körnek a középpontját, az a 23 és 23 ad lett. Most már csak a kör sugarára leszünk kíváncsiak, ami nem lesz más, mint a középpont és az egyik csúcsnak a távolsága. És itt viszont már a két pont távolságánál tanultakat kell majd nekünk eszünkbe juttatni, Azaz, még egyszer felírom, ugye két, két pont távolsága, úgy néz ki. Na, így kell kiszámolni, ezt ö, még egyszer nem mondom el, mert az előző videókon is már ezzel sokat foglalkoztunk. Nekünk most az AK távolságát kell kiszámolnunk, az A pontnak a koordinátája az meg volt adva a feladatban, ugye a háromszög egyik csúcsa, a nulla kettő, de akár kiszámolhatnánk a B-re is, meg a C-re is, tök mindegy, mert ugye egyforma távolságra vannak. Együnk, vegyük csak most az A-t. Ugye akár távolságát kell kiszámolni, használjuk a képletet, azaz 23 ból nulla, ugye A1 nulla, a négyzeten, meg a B2, ugye az 23 ból a kettő, ugye az annak a második koordinátája kettő a négyzeten, ez fogja megadni ugye az AK távolságát, ha én itt most a gyök alatt rendezkedek, és négyzetre emelem a négyzetre emelni valókat, ugye itt azt kapom, hogy 529 64, meg ha én ezt elvégzem, az lesz, hogy 49, 64, és ha én ezt kiszámolom, akkor azt kapom, hogy 578, 64. Ugye is ez mind a, a gyök alatt van, igen, nem, de a körnek az egyenlete, még egyszer ide felírom, x u a négyzeten, meg y-v a négyzeten egyenlő r négyzet. Nem teszi most nekünk szükségesé, hogy ebből ö, gyököt vonjunk, hanem ugye elég az, hogy az r négyzet az ö, nem lesz más, mint 578-64, de ezt tudjuk még egyszerűsíteni is. Kettőben 289, 32 az R négyzetünk. Ebből fölösleges gyököt vonni, mert itt is R négyzet szerepel, nem kell ebből most gyököt vonni. Na, minden adatunk megvan ahhoz, hogy felírjuk szépen a kör egyenletét, azaz x-23, 8 a négyzeten, meg y-23, 8 -ad a négyzeten, az ugye R négyzettel egyenlő, amit most számoltunk ki, 289, 32, na ezért nem bontunk gyököt belőle. A következő videóban pedig még mindig a kör egyenletével fogunk foglalkozni, a kör és egyenesek viszonyával.